Sziasztok, a Koordináta Geometria témakörének lassan a végére járunk, még maradt pár kis finomítás, ma a kör és egyenes kölcsönös helyzetével fogunk foglalkozni. Könnyen belátható, hogy a síkon egy kör és egy egyenes egymáshoz viszonyítva lényegében háromféleképpen helyezkedhet el. Az első az, amikor nincsen közös pontjuk, Ugye itt van ez a k köröm, és itt van ez az e egyenesem. Ez az, amikor nincsen közös pontjuk. Tehát ha szépen meg akarom fogalmazni, akkor az E egyenesen, illetve a K köröm meccésében nem található semmi, hanem egy üres halmaz van, amelynek egyetlen eleme sincs. A második lehetőség, amikor egy kör és egy egyenes elhelyezkedhet egymással, amikor van egy közös pontjuk, ez az egyenesem, ez az E egyenes, egy érintési pontban érinti, egy E érintési pontban érinti a K körömet, tehát egy közös pontjuk van, az az érintő. És ne felejtsük el, hogy a körömnek a sugara az merőleges az E egyenesemre. Ugye ez az érintő, lényegében egy olyan egyenes, amelynek csak egy közös pontja van a körrel, az összes többi pontja pedig úgynevezett külső pont. És ha ezt is szépen akarom megfogalmazni, akkor az egyenes és a kör meccésében található az érintési pont, ez az E. A harmadik lehetőség, amikor két közös pontjuk van. Ha megnézzük ezt az ábrát, ugye itt van a K egyenesen, K köröm, illetve az E egyenesen, és ez az E egyenes lényegében ő, átszeli ezt a kört, ugye ezt az egyenes szelőnek is mondjuk. Ugye, amelynek két közös pontja van a körrel. Egy M1, illetve egy M2 pontban metzi a körünket. És az M1 és az M2 által meghatározott szakasz az úgynevezett húr amely olyan szakasz, ugye lényegében a szelőnek a része, és végpontjai az, ö, a körvonal pontjai, tehát az M1, illetve az M2. Tehát az E egyenesem és a köröm meccésében a két meccés pont áll, ha halmaz műveletekkel akarom én ezt leírni, és ugye ez a szelő, valamint a húr a körlapot ugye két körszeletre bontja. Itt az egyik körszelet, itt pedig a másik körszelet, nem árt egy kis frissítés. Menjünk tovább. Mielőtt még nekiugornánk a feladatnak, egy kicsit frissítsük fel az egyenesek meccéspontjánál tanultakat. Ugye, ha emlékezünk rá, az egyenesek meccéspontját a koordináta rendszerben úgy határoztuk meg, hogy ö, megoldottuk a, az egyenleteikből álló egyenletrendszert. Egy kör és egyenes meccéspontját is lényegében így fogjuk meghatározni, viszont nagyon fontos majd értelmezni a kapott eredményt, hiszen a megoldás során kiderül majd, hogy milyen a kör és az egyenesnek a kölcsönös helyzete. Kicsit előre megyek, ha ezt egyenletrendszernek fogjuk ö, megoldani, és mondjuk nincs megoldása az egyenletrendszerünknek, akkor az egyenesnek és a körnek nincs közös pontja. Tehát akkor lényegében, ö, ahol a, az előző ábránál is látni, nincs közös pontja. Ha a, az egyenletrendszerünk megoldásának ö, egy megoldása van, akkor van egy közös pontja, azaz az egyenesen érinti a kört, tehát akkor ugye egy megoldása van, ez az érintési pont. Ha pedig két megoldása van az egyenletrendszerünknek, akkor kapjuk meg azt a lehetőséget, mikor ez az E egyenesünk egy szellőként viselkedik, és két pontban metzi a körünket. Nézzük akkor a konkrét példát. Határozzuk meg az x-2 a négyzeten plusz y plusz 5 a négyzeten egyenlő 20, és a y plusz 2x egyenlő 5 egyenes közös pontjainak a számát. Ugye, mint elmondtam, egyenletrendszerként fogjuk megoldani. Van egy egyenletem, ahogy a körünknek az egyenlete, amit megadott a feladat, illetve megadta az egyenest. Y plusz 2X egyenlő mínusz 5, egyenletrendszerként fogjuk megoldani méghozzá behelyettesítő módszerrel, úgy, hogy ebből az egyenes egyenletéből kifejezzük az Y-t. Azaz, Y egyenlő mínusz 2X-ből 5. Ezt a mínusz 2x-mínusz 5-öt behelyettesítjük a kör egyenletébe az y ö, helyére, lényegébe. Kaptam egy másodfokú egyenletet. És ugye a meccéspontok száma attól függ, hogy ennek a másodfokú egyenletnek hány megoldása van. Ugye a megoldások számát a másodfokú egyenlet megoldó képletében a ideírom megjegyzésként, ugye a másodfokú egyenlet megoldó képlete az így nézett ki, hogy mínusz b plusz mínusz b négyzet mínusz 4ac a kifejezésben ugye a négyzetgyök alatt szereplő B négyzet mínusz négy AC kéttagú kifejezés fogja eldönteni, hogy lényegében ez az egyenes hány pontban metzi vagy nem metzi a megadott körünket. Lényegében ez ugye a diszkrimináns. Tehát diszkrimináns vizsgálatot fogunk véglehajtani, ugye ez a B négyzet mínusz 4 négy ac -t. Ugye ilyenkor csak ezt kell vizsgálni, mert a feladat azt kérdezte, hogy hány közös pontja van ennek az egyenesnek, illetve a Körünknek. Ilyenkor nem kell az egész másodfokú egyenletet megoldani, az csak abban az esetben kellene, hogyha kérdezni az érintési pontoknak a koordinátáit is. Lényegében akkor folytassuk le ezt a diszkrimináns vizsgálatot, helyettesítsük be ez a négyzetgyök alatti kifejezésbe, és ezt kiszámoljuk, akkor 336-ot kapunk. És ilyenkor ö, fontos ö, tehát akkor a vizsgálatot elindítani, mivel ugye a D egy pozitív szám, tehát a 336, ugye beláthatjuk egy pozitív szám, az egyenletnek két megoldása van, tehát az egyenes két pontban metzi a kört. Ugye a D az 336, az az a megoldása feladatnak, hogy két pontban. meci a kört az egyenes. És ugye most a feladat ugye nem kérte a, a meccési pontok koordinátáját. Szóval a diszkrimináns vizsgálatkor fontos a következőket vizsgálni. Hogyha a D értéke nagyobb, mint nulla, akkor az egyenesünk két pontban meci a kört. Ha a D egyenlő nulla, az egyenes érinti a kört, azaz egy közös pontjuk van. Ha pedig a D értéke kisebb, mint nulla, tehát kijön egy negatív szám, akkor nincs közös pontjuk. Menjünk a következő feladatra. Számítsuk ki a K3-2 középpontú kör sugarát, ha tudjuk, hogy érinti az X tengelyt, és adjuk meg az érintési pont koordinátáját. Akkor csináljunk gyorsan egy ábrát. Azt mondja, hogy van egy köröm, amiről csak annyit tudunk, hogy a, a 3-2 a középpontja, tehát itt van a k-körömnek a középpontja, 3-2 koordinátákkal, nem tudjuk ennek a körnek a sugarát, de annyit tudunk, hogy érinti az X tengelyt. Ezt is egy egyenletrendszerként fogjuk megoldani, hiszen a feladat azt mondta, hogy az egyenes és a kör érinti egymást, akkor biztos, hogy lesz egy közös pontjuk, méghozzá valahol, ugye itt kell, itt, itt fogja majd érinteni, itt érinti, mondjuk, így néz ki ez a kör nagyjából, itt érinti az X tengely. Na de hogy is oldjuk meg mi ezt egyenletrendszerként? Azt tudjuk, hogy a körünknek megadták a középpontját a 3 és mínusz 2 értékkel. Fel tudjuk írni na, a körnek az egyenletét méghozzá új módon, ugye behelyettesítjük a x-u a négyzeten meg y-v a négyzeten egyenlő r négyzet képletben, akkor azt kapjuk, hogy a körnek az egyenlete x-3 a négyzeten, meg y plusz 2 a négyzeten egyenlő r négyzet. Mivel nem tudjuk a körnek a, a sugarát nem adta meg ugye a feladat, viszont azt tudjuk, hogyha érinti a körünk az x koordinát a tengelyt, akkor kapásból fel fogjuk tudni írni az x tengelynek, mondja egy érintési pontban ö, érinti ezt a kört, tehát az x tengelynek bizony létezik. Ö, ö, egyenlet egy egyenesnek kell elképzelni, és ö, könnyen belátható, hogy az x tengely koordinátája az y egyenlő nulla, ugyanúgy, ahogy az y-nak a, a, az egyenlete az y tengelynek a fordítottja x egyenlő nulla. Itt kaptunk egy ö, egyenletrendszert, és ezt az y egyenlő nullát fogjuk behelyettesíteni a körnek a az egyenletébe. Igen, ám, de még mindig nem tudjuk megoldani ezt a, a feladatot. De eszünkbe jut, hogy annak a feltételnek kell e, e, itt teljesülnie, hogy csak egy pont e, e, legyen, ami mindkét egyenletet e, ki fogja elégíteni. Tehát, ha megfordítom a kérdést, melyik az az r? szám, amire a fenti egyenletnek csak egy megoldása van, hiszen egy megoldást keresünk, mert csak érinti az x-tengelyt, és azt tudjuk a diszkrimináns vizsgálatból, hogy akkor van egy megoldása, ha a d egyenlő, ugye, nulla. Tehát teljesülnie kell, hogy a jobb oldalon nulla álljon, mert csak akkor van az, hogy az az egyenes érinti a kört kicsit átrendezem az egyenletet, és akkor azt mondtam, hogy ugye teljesülnie kell, hogy a jobb oldalon nulla álljon, megoldjuk az R négyzet mínusz 2 a négyzetent nullára, akkor azt kaptam, hogy az R négyzet egyenlő 4, négy, az R-re pedig azt kaptam, hogy 2 ugye gyökvonás után. Tehát megkaptam azt, hogy ennek a körnek a sugara 2, tehát a kicsit pontosítam az ábrámat, akkor így valahogy így néz ki ez a kör, és ugye a sugara kettő, és ugye ez a, az x-koordináta tengelyt érintette, lényegében ezt egy egyenesnek lehet egy e egyenesnek lehet elképzelni az x-tengelyt, aminek ugye a koordinátája vagyis az egyenlete y egyenlő nulla. Kérdezte azt is, hogy adjuk meg az érintési pont koordinátáját, ez pedig egy roppant könnyű feladat, mert egyenletrendszerként fogjuk megoldani, immáron tudjuk a körnek a teljes egyenletét, az egyenesünk egyenletét is, ami érinti a kört, y egyenlő 0, megoldjuk a feladatot, behelyettesítéses módszerrel, kaptam egy másodfokú egyenletet, megoldom x1, 2-re, és azt kaptam az x1, 2-re, Ugye ez 36, 4 x 1 az 4 x 9, 36. 6 meg 0 az 6, van a 2 az 3, és az x2-re is azt kaptam, hogy 3. Tehát egy pontban lényegében ugyanaz, egy pontban metszi egymást. És ez az érintési pont, mivel az y értéke az 0, az x értékére pedig kijött három. Ennyi volt a feladat megoldása. Nézzük a következőt. Egy kör egyenlete x plusz 1 a négyzetem meg y minusz 2 a négyzeten, az 25. Számítsa ki a 3-5 koordinátájú pontba húzható érintőjének az egyenletét. Na, akkor mit tudunk? Meg van adva a körnek az egyenlete, amiből már kiolvassuk, hogy a körnek a középpontja mínusz 1, Kettő felírjuk a körnek az egyenletét, hogy ne felejtsük el. Tudjuk azt, hogy ennek a körnek a sugara 5. és azt is tudjuk, akkor most ö, lehet ö, ábrázolni, és mondjuk 3-5 pontban itt az érintési pont, és itt megy át az egyenes 3-5 pontban metci behúzzuk a körnek a sugarát tehát ennek az E egyenesnek az egyenletét kell majd nekünk tudni kiszámolni, és ugye eszünkbe kell jutni, hogy hogyan is adtunk meg egy egyenest. Ugye kell a, a normálvektor vagy a, a, az irányvektor. És láthatjuk azt, hogy ez a KE szakasz, ez a KE vektor, merőleges az E egyenesünkre, ezért jó lesz normálvektornak. Csak először kiszámoljuk a KE irányvektort, amit tudjuk, hogy hogy kell kiszámolni. Ugye az E-nek az első koordinátájából kivonjuk a K-nak az első koordinátáját, az elnek a második koordinátájából kivonjuk a k-nak a második koordinátáját. Ugye ezt jó, ha felfrissítjük, hogy hogy kell irányvektort számolni. És ha elvégezzük, akkor kiszámoltuk, hogy 4-3 a k nek az irányvektora, ugye mivel merüleges erre az E egyenesre, ezért ez jó lesz normálvektornak, tehát megkaptuk az E egyenesünk normál elővesszük a normál tanult képletet, az AX plusz B, Y egyenlő AX0 plusz B, Y0 képletet, már csak azt kell tudni, hogy melyik az A és melyik a, a x0, y0, ugye az a, b, az mindenkor a vektor. az x0, y0 pedig az a pont, ahol áthalad az egyenes, ez pedig lényegében az e pontom, amit megadott a feladat, az a 3 és az 5, ez az x0, y0, behelyettesítek ebbe a képletbe, és ha ezt megoldom, akkor azt kaptam, hogy az e egyenesen, Nek az egyenlete 4x plusz 3y egyenlő 27, szóval ez a keresett érintő egyenlete.